Negyedik kirendelt ügyvédjét fogyasztja az a most 34 esztendős karcagi férfi, akit azzal vádol a Jász Szolnok vármegyei főügyészség, hogy két és fél évvel ezelőtt pusztakézzel kézzel megfojtotta az édesapját. A vádlott minden tagad, és azt állítja, hogy nem ő, hanem egy ismeretlen személy az apja gyilkosa. Optimális esetben elhangoztak volna a perbeszédek, és tervezetten az ítélet hirdetésre is sor kerülhetett volna a szolnoki törvényszék előtt zajló ügyben, ám dr. Hajdu Anna bírónő szerint az eddigi büntető eljárás során továbbra sem bizonyítható minden kétséget kizáróan, hogy az eljárás tárgyát képező bűncselekményt a vádlott követte el. A vádhatóság tavalyi velején emberülés, életveszélyt okozó testisértés és súlyos testisértés büntette miatt emelt vádat a büntetett előéletű karcagi férfival szemben. A Szolnoki törvényszéken egy évvel ezelőtt zajló előkészítő ülésen az ügyész 16 év és 3 hónap börtönbüntetés kért a vádlotra, aki máig tagadja, hogy ő lenne a gyilkos. Azt azonban elismerte, hogy korábban több alkalommal agyba főbeverte és rugdosta az édesapját. Évekkel ezelőtt a vádlott a szüleivel és testvéreivel élt együtt karcagi házukban. Apa és fiatalabbik fia italozó életmódot folytattak, és részegségükben folyton civakodtak, verekedtek egymással. Ezt megumva, először a vádló testvérei költöztek el albérletbe, majd az édesanyja az idősebbik fiához, az édesapa pedig a lányához bútorozott be. Az apa már csak esténként tért be az ingatlanba, hogy a kutyákat megetesse. Ám ilyenkor rendre megtalálták egymást, apa és fia, és szokásukhoz hülyen mindig tetlegességig fajult kettejük viszája. Rendőrségi és kórházi jelentések tanúskodnak a két részek családtak per patvarából. 2021. februárjában a fiú úgy verte össze az apját, hogy annak sorozat bordatörése és tüdősérülése keletkezett. Életét akkor az mentette meg, hogy akik látták az esetet, hívták a mentőket. A kórházban életmentő műtétet hajtottak végre az idősebb férfin. Ugyancsak 2021-ben, de már augusztusban ismét összetűzésbe került az apa és a fia az ingatlan udvarán. A fiú ekkor a bakancsos lábával rugdosta össze az édesapját úgy, hogy annak a számos egyéb sérülése mellett ezúttal a kéz tört el. Ez eset után a karcagi rendőrkapitányság idítványára a bíróság távol tartást írt elő a fiúnak az apjára tekintettel ám nem telt el egy hónap, amikor újra nézet eltérésük lett. Szintén italos állapotukban. A 2021. szeptember 3-ai este 8 óra körüli vitájuk verekedésig fajult, majd pedig a házban menekülő apát a fia ledöntötte az ágyra és brutális módon megfojtotta. Az elhunytat egy szál alsó neműre vetkőztette, majd ott hagyta. Hajnalban pedig értesítette a rendőrséget, miszerint apját élezgeti, de nem tudja, mi történhetett vele, mert nem ad életjelet. Dr. Hajdu Anna a tárgyaláson szakértői jelentéseket olvasott fel, ám a vádlott jelzésére ezek kiegészítését rendelte el, hogy minden kicséget kizáróan legyen bizonyított a vádlott bűnössége vagy ártatlansága. A férfi ugyanis továbbra is ragaszkodik egy idegenkezőségre, és igyekszik továbbkerestetni édesapja valódi gyilkosát. A bírónő újabb dokumentumok, orvosi és korboncnoki jelentések beszerzését rendelte el, ezért a tárgyalást elnapolta.